Sziasztok, család vagyok, és elérkezett az ébredőerő újabb része, ezúttal a De Grássáppal vagyunk, Fúliazus játékosok és Vida Christopher, Nature's Gengi Big Lab háromszögös cselezés. 11 meccsen 4 gólt és 2 gól passzolott már nálunk az Eredvíz upgrade-ben. Azt a videót a leírásban találhatjátok meg, valamint vannak itt ilyen gyors csatára, mint Kabasele, egy elég biztos középpályának tűnik ez, és a védők se annyira rosszak, bár Van der Favert-tel azért nem tudom, vele vannak kifogásaim, de ezen kívül szerintem egy vállalható csapat, remélhetőleg tudunk is valami elérni velük, és mindjárt meg is nézem, hogy mit kell csinálni majd Christophernek, és a meccs végén értékeljük ezeket a dolgokat. Az első mérkőzéssel az ellenfelünk pedig egy Premier League csapat, Lloris, Koscielny, Alderweireld, Vertonghen, Toven, De Bruyne, Barkley, Son, Arnautovic, Vifo és Shaqiri, mind a három inform. Hát most valami nagyon kell húzni, hogy Vida Christophernek meg legyen a Man of the Match, vagy valami ilyesmi. Arnautovic, Tobin, Julius Vid, Son. Igen, nehéz, mikor ez is játékosokkal védekezed az aranyak ellen, méghozzá úgy, hogy 6 aranyjátékos jön rád. Szóval lehet, hogy picit vissza kéne állni. Barkley, Shaqiri. Az nagyon szép Arnautovic felé, de le sem volt megint, és Teszt már amúgy is kifejelte Arnautovic elő. Aki amúgy a valóságban rohadtul meg így néz ki, de ez már csak... Az lövőcsel volt Peters. Mondani Shaqirival, mert Shaqiri nagyon gyors, és Shaqiri technikás is. És nem mellesleg őstatja is 80 fölött van ennek a verziónak. Szóval Shaqirival nem kéne szórakozni. Arnautovicsal sem nagyon, de hát őt most jö szerelte elsőre. Aztán Benning másodikra. Ez gyönyörű! Egy picit hosszú volt. Kabaszelének, na, csak megtem a nevét. Kolhoff. Vida! Vida Christopher lőtt egy szépet, és 40. perc, hogy mindig 0-0 az állás. Most már neki is jobban maradtak az első perces helyzetruhamai. 10 percben 3 helyzete is volt, de azóta nem nagyon terem neki se babér. És Difo, Shaqiri. Shaqiri most nagyon... az szép csal volt, és lőni fog. De a kapus miért vetődik ki? A kapus kivetődik a izé lövés elő kezéhez ment, és erre elvetődik a rövidre. Nem hiszem el. És 44. percben kapunk egy ilyen gólt. Jó, itt volt egy szép csele, de... Ez komolyan mondom, lehet, hogyha odálltuk egy szalmazsákot, akkor azt kivédi. Smetsz. És lefújják az első félidőt. Vége az első félidőnek. Hát igen. Itt nagyobb fölényben van a másik srác, vagy nem tudom, hogy mi. Nézzük gyorsan egy Vida Christophert, hogy hogy állunk, hogy mind kéne fejleszteni. Mi lenne neki jó, mi nem lenne neki jó. Itt van a szabályzat. Tehát ez dődik. Bárki le, Dembélé be, csere. De én azért mindjárt megnézem. Arnautovic, most kéne rá figyelni. Mellélő szerencsére. Jobb lenne ezzel esteni azért, és jobb lenne nem gól kapni. Kapufa, Difo, kapufa, kipattan. Szerencsém van. Ez szép játék eddig. De miért nem visszapasszolt Kessebel? Ott érkezett Vida Christopher. Aj. Peters. Szépen csinálta egészen Dembélé-ig. Aztán még Koscielnyin is áthámozta magát, de Lloris aztán a végén megfogta. Pedig már mindenki nájtott Peter. Vida Christopher!
Kabasszele, ne! Ezt így kilőtte! Ezt le tudod lőni? Ő nem! És... ez mi volt amúgy? Mert ez lövés volt, odáig visszament a lövése. Na jó van, Christopher, egy utolsó szólót megpróbálunk még. Ott három ember között hozza ki. Vida Christopher! És fölé megy! A 90. percben egy ilyen helyzetet Vida Christopher fölélő, és ebben vége is a mérkőzésnek, az utolsó lehetőség volt a meccsen. 18 passz volt. Hát. 7 sikeres labdavezetés. Adott szép passzokat. Ez egy meccs volt, mindjárt jön a következő. Ez felsikerül, mert megvolt a 15 passz azért, de ez a legkevésbé számolta, viszont a másik meccsen ki kell érdemelni a Christophernek a válogatottba való bekerülést. És akkor mindjárt jövünk a következő mérkőzésre. És itt is vagyunk a következő ellenfelünknél, a második meccsen Kölcsön Robben, Kölcsön Jovetic, valamint Dominik Solanke. Egy fiteszes védekező középpályás, nem fiteszes, hanem rodás. Egy csatász védelemben. Hát ez egy kezdőpakos csapat még. Remélhetőleg ellenük már tud gólt szerez Vida Christopher. Meglátjuk. Jovetic, Kolhoff szerel. Szép. Kabessa lejön be középen. És... nem kommentálom, mi történt azután, mert... és nem tudnak befejezni. Na most rossz helyre indul meg Peters, most kell megindulni. Nagyon szép kapés labdát Vida Christophertől, Peters befelé húz. Tökéletesen szereli, és Peters megsérül abba is, hogy szereli tökéletesen. És Vida. Vida most visszahúzza. Hát Kinzon viszont szerel Vida, de Vida még visszaszerzi. Peters most talán sikerül berúgni. Peters! Megvan az első gólya Degrássáfnak. 19. perc Vida Christopher passzából Peters szerezte meg az első gólt. 1-0 az állás. Eddig domináljuk ezt a meccset. Nem szabad kikapni ilyen ellenféltől. Ez de szép lett volna. Egybe passz, és nem jó, ez se jó. De 11-es. Oda csúsztak nekünk utólag a 30. percben, és nem Kabasszele, hanem Vida Christopher fog odaállni a labda mögé. Megmutatja, hogy hogyan kell ülni a 11-es, mint Tamás Krisztián az előző részben. És simán be is helyezi a kapu jobb oldalába. Most már megvan a gólja. Nem lehet gond innen. Peters, Vida. Olló! Na jó. Hát Kabasszele. De bizonyított, hogy tud lőni. Ez eddig szép játék volt. Egy visszahúzós cseh, nem húzza vissza. Kabasszelével nem lehet gólt szerezni amúgy, csak úgy. Peters kapufa. Vida. Boom! Vida kapufa! És Pröpper. Nem Pröpper, Peters. Szerencsénkre. A másik játékos is belépett. És hallottam, hogy mondja, hogy gól. Snap. Van der Pervert. De vége, le is fűtek az első fél időt. 2-0-3-0-ra vezetünk. Ellenfélnek lövése se volt. Vida Christopher jól játszik. 8,3-as rating. Gól passz. Peterszel ketten 8,3-as rating van. Játszunk tovább, nézzük meg, hogy mit tudunk csinálni a második fél időben is. És Benning, nagyon szép csele elsőre. Kabasszele. Ez nem volt túl jó csel, de a pass se volt túl jó. Kabasszele. Na ez a Kabasszele gyerek, ez nagyon felidegesít már. Azt hittem, hogy ő lesz a jobb csatár, nem pedig Peters. Megállítja. És connection loss. Még eldöntöm, hogy mi legyen, hogy legyen-e új meccs. Mert igazából két mérkőzéseket ígértem részenként, de most volt egy teljes, és volt egy, ami 60 percig tartott kb.
Peters két gól, Vida egy gól passz, de Vidának meg volt a gólja. 8 passzt csinált, 8 sikeres labdavezetés, egy sikeres beadás, egy sikeres szerelés, 8,8-as rating. És így már biztos, hogy belekerült a magyar válogatottba. Az első meccs ugye a passzolás teljesítettük, itt most több kritériumnak is eleget tettünk. Hát igen, Peters jól játszott, viszont ez a Kabasztele gyerek, ez nagyon-nagyon gyenge volt. És akkor döntöttem, miután több mint 60 perc volt ez a meccs, ezért ezt a részt is lezárjuk. A degrássáfon is túl vagyunk, mindjárt mutatjuk az eredményt, hogy mi lesz ennek az eredménye, hogy Vida Christopher ilyen jól játszott. És itt is vagyunk, Vida Christopher bekerült a kezdőcsapatba. Valószínűleg nem lesz kezdő, de bekerült a csapatba Tamás Krisztiánnal egyetemben. Most már itt van Vida Christopher is, 13 meccs, 5 gól, 3 gól passz. Az ifjú tehetségért, mert még tényleg elég ifjú. És hát remélem, hogy tetszett nektek az a rész. Hogyha tetszett ez a videó, dobjatok egy lájkot, hogyha nem, dobjatok egy diszlájkot. Írjátok le a komment szekcióban, hogy miért tetszett, vagy éppen miért nem tetszett ez a videó. Legközelebb az Adorján Krisztián féle novárával fogunk jelentkezni. És akkor én Csanád voltam. Sziasztok!